Ismét hazudott és álhírt terjesztett hadházi ákos. Ezt írta az Origo azután, hogy az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán szólította fel a politikust, fejezze be a rémhírkeltést, és ne akadályozza a mentők munkáját. Hadházi ákos egy bejegyzésében ugyanis egy a mentőktől hozzá eljutott fotó alapján azt állította, hogy a rendszer gyakorlatilag összeomlott. A mentők szerint ez nem igaz. Hatházi Ákos ismét hazudott és áhírt terjesztett. Ezzel a címmel jelent meg cikk az Origón. A portál beszámolója szerint a politikus ezúttal az országos mentőszolgálatról írt hazugságot. Ezt a képet egy mentős fotózta ki és küldte el a nyilvántartó rendszerükből. Így kezdő bejegyzését hatházi Ákos, majd úgy folytatja, az OMS állításával szemben az átlagos napi 3500 riasztás helyett nem csak 4400 volt kedden, hanem 5900 fölött. Hatházi Ákos ebből azt a következtetést vonta le, hogy a rendszer gyakorlatilag összeomlott. Elak ezekkel a mentőktől. Ezzel a cimmel reagált az Országos Mentőszolgálat a politikus vágyjára. A szervezet bejegyzésében úgy fogalmaz, felszólítjuk Hatházi Ákost, hogy fejezze be a rémhírkeltést és ne akadályozza a mentők munkáját. Úgy folytatják, a politikus egy fényképre hivatkozva hazugsággal vádolta meg a mentőket. A mentőszolgálat leszögezi, a képviselő állításaival szemben a valóság az, hogy az országos mentőszolgálat március 16-án összesen országosan 4369 feladatot látott el. A Hatházi Ákos által megosztott fénykép tulajdonképpen a 6000 közeli szám nem a végrehajtott feladatok, hanem az egy nap alatt beérkezett telefonhívások száma. Ezek mint egy harmada azonban nem eredményezte mentő küldését. A mentőszolgálat arra kérte a politikust, hogy vonja vissza alaptalan vágyjait. Hadházi Ákos az elmúlt időszakban többször is botrányt okozott bejegyzéseivel. Például akkor, amikor képeket töltött fel a Miskolci kórház üres folyosóiról, amelynek alapján azt állította, hogy azért nincsenek betegek, mert összeomlott a magyar egészségügy. Nem sokkal később a kórház igazgatója cáfolta az álhírt, és elmagyarázta, hogy a lefényképezett épület szárnyban azért nincsenek járó betegek, hogy a COVID-fertőzötteket láthassák el ott és Hatházi Ákosnak arról a sokak szerint kegyelet sértő bejegyzéséről is kiderült, hogy nem igaz, amiben egy szentendrei halottas házban készült videót osztott meg, azt állítva, hogy az ott lévők COVID-fertőzésben hallhattak meg. Csak hogy kiderült, a videó készítésekor ott lévő elhunytak közül senki nem volt fertőzött.